Vannak benne olyan tradicionális dobásaink, kis csípő, nagy csípő, váldobás, amelyek a vizsganyainkban szerepelnek. Karate bemutatót is láthattak szombaton a nemzedékek terére látogatók, hiszen a bűnmegelőzésnek fontos eleme az, hogy saját magunkat is meg tudjuk védeni. Az EGRI Szociális és Szolgáltató Intézmény szervezésében együtt tölthették a napot épp és sérült gyermekek, felnőttek. Utóbbiak többször is megörvendeztették a nézőket zenés, énekes műsorszámokkal. A bűn és baleset megelőzési nap a Felsőváros Csillagai közösen a Közösségért projekt keretében valósult meg. Természetesen ennek is családi nap jelleget adtunk, tehát kicsiket, nagyokat egyaránt megszólítunk, hiszen itt a nyár, a vakáció közeledik, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy a nyár milyen veszélyeket tartogathat, hogyha nem vagyunk elég óvatosak, ha nem figyelünk oda, és nem gondolkodunk előre. Fontos lenne, hogy az áldozattá válást elkerüljük, ehhez pedig olyan jó tanácsokat kell tudatosítanunk, amelyekkel elkerülhetőek a nem kívánt helyzetek. Éppen ezért segítenek bennünket a rendőrség, a RÉV munkatársai, az áldozat segítő szolgálat, illetve a katasztrófavédelem. Nyilván olyan jellegű játékokat és feladványokat hoztak, amelyekkel a kisgyermekeket tudják megszólítani. A pónizáson, ugrálóvározáson és az ügyességi közlekedési játékokon kívül a Tinódi tagiskola udvarán is szórakozhattak a gyerekek, kokartokon próbálhatták ki kressz tudásukat.